Sziasztok, na jó, 12 vagyok, a tankunk egy Skoda T25-ös. A csehek 6-os szintű medgye, légvillem vagyunk, 48% esélyt kaptunk, és aki kapta, Skygepard. Nézzük a küldijét, TD-t kell sebeznie 2000 életpontig, minimum. Hát nem tudom, vannak TD-k, de hogy összességében, hát lehetséges, hogy van 2000 életpontjuk. Hát szerintem nem. Ugye két darab TD-t látok az ellenfélnél, hát akkor nincs. Hát akkor ez megint egy olyan küldi, amit ugye hónapokon, heteken keresztül hajszolsz, de nem biztos, hogy meg lesz. Na mindegy, ezzel ne is foglalkozunk, ne is törődjünk, ne kritizáljuk a wargaminget. Tehát 1-es-2-es soron kéne harcolnunk, a 4-esen spotolni, deríteni, illetve a városba is lehet bemenni, aki erősebb, aki nagyobb, aki bátrabb. Hát úgy néz ki, mivel nincs light, a spotolás hálátlan feladatát nem akarja ellátni senki se, köztük ugye a Skygepard sem. Először azt gondoltam, hogy nincs paralámpája, de a későbbiekben ez kiderül, hogy nem így van. Csak egyszerűen tehát ő spotolni nem akart bemenni középre. Az Artik pedig úgy helyezkedtek, hogy ugye tudják lőni az 1-es-2-es sort, illetve tudják lőni a 4-es sort is, ha véletlenül valaki ott felbukkanna. Na, a T-34-es vette a bátorságot, és előre kúszik. A bázison pedig úgy nézem, hogy beragadt két darab AFK tank. Na, a KV-1S az ellenfél részéről ott felderítődött. A T-34-es eddig élt. Sikerült kiszednie. Egész jó játékos. 144 HP-ja maradt. És Gepard oda küld pár lövést. Eltelt 2 perc és 3-0 az ellenfélnek. Itt egy KV-1-es kerül a csapatunk oldalába. Hát neki lőttünk egy valamit. Ezek a csehek mit mondanak, azt még igazából nem tudom, a KV-1-esünknek, akit az 1-es-2-es soron van, rettenten fogy a HP-ja. És eddig bírt kitartani. 7-0 jelen pillanatban az állás. 7-0. Na és akkor egy 111, 112, 108 és egy 113-at kaptunk cserébe. És 1-8 az állás. Közben ugye elbeszéltem, hogy az Artink, az M44-es annyira bubánatos lett, hogy beleölte magát a vízbe. Hogy senki nem spotolt. Ugye a Skoda T24-es most ért magához, rögtön berohan. Magára vonja ezáltal az ellenfelek tüzét. És még 44 HP-ja van, vagyis csak volt. 2-10 az állás. Körülbelül 7,5-8 másodpercen belül tudunk újra tölteni. Gondolom ezért is rakott repeszlőszert, hiszen ritkán viszünk tárastankba repeszlőszert, ha csak nem ilyen gyorsan bírunk újra tölteni. Valami bázis reszetre, vagy egy rendkívül puha tanknak. De tudunk ezzel is lőni, hiszen ott a sebzésünk egy kicsit jobban alakul. A repesznél 175 még, a többi lőszernél pedig átlagosan 110. 96 például a T-34-esbe. 3-11 az állás. Nem véletlenül hangsúlyozom ezt, hiszen igen nagy jelentősége lesz neki. Ugye azt tudjuk, hogy a KV-1-es a hátunkba fog majd kerülni, csak azt még nem tudjuk, hogy mikor. Jó kis pontoságyú. 0.36, illetve 0.33 lehet. Na, meg is érkezett a KV-1-es barátunk. Kapott egy 96-ot, meg egy lepattanót. Hát 46 HP-ja maradt. Sem erről pedig szorongatnak bennünket. Szépen sikerült kigyújtani azt a T-34-est, gyönyörűen égett.
semmiféle tűzoltó készüléket nem vitt magával. Hát úgy jött a csatába. 8-13, a Su nagyon szépen tartotta magát a városba, és most, hogy ő is megsemmisült, 7 tank ellen maradt. Na nézzük ezt a T-34-et. 2 lövésből meg lehet semmisíteni, és utána parti szépbe kell vonulni mindenféleképpen. Hiszen általában ők is az 1-es, 2-es, 4-es, vagy esetleg a 7-es, 8-as kockába szoktak az alsoron megállni az artik. Attól függ, hogy hova akarnak támogatást adni. Na, jött egy PZ, de lehetett tudni, mert átjött a foglalókörön. 3 lövésből 3. És újra kell tölteni. És egy lepattanó, tehát az utolsó 2 az bement. És most el kell bújni, mert az artik most már biztos, hogy lőni fognak. Úgy is van. Pukkannak a pezsgős dugók. Megjött a francia TD, az S-35 CA. Ez a fürdőkádnak hívom ezt a tankot. Én meglepő, hogy mennyire jó használható tank. 178-at kaptunk KV-1S-től, és kilőtte a parancsnokunkat. A parancsnokot mindenféleképpen javítsuk, hiszen a 100%-os, akkor ugye 10%-ot ad a legénységi képességekhez, viszont ugye ennél a tanknál a tüzér látja el a töltő feladatát, tehát őt is érdemes javítani, mert ez még hagyján, hogyha kilövik, hogy nem találunk el semmit, de még betölteni se bírunk. Na hát addig egész szépen alakulnak a dolgok, tehát 12-14, ugye semmiből hoztuk vissza a dolgot, vagyis hát nem mi, hanem Sky Gepard és még 3 arti maradt ellene. A testpáncélzatunk az nem túl erős, 50 előről, 30 oldalról, 30 hátulról, a torony az 50 előről, 35 oldalról, 35 hátulról, jó kis ilyen szögletes. A sebességünk nagyon kedvező, az 60 km-rel tudunk előre menni, és 20-szal bírunk tolatni, ehhez viszont kaptunk egy 30 fok per szekund most fordulékonyságot, tehát egy ilyen derékszerű kanyarba vagy utcába valószínűleg nem bírunk úgy bekanyarodni, hogy ne rohanjunk neki a falnak. Tehát ez egy picit nem egyenesen arányos vele, de hát ez van, ezt kell szeretnünk. A látótávunk 360, amit 5-14-re tudunk kitolni, hogyha mindent ráteszünk erre a gépre, amit találunk, de hát igazából nem szokás valószínű. Ágyúsvédésünk mínusz 10, illetve plusz 20 fölfelé. Miről nem beszéltünk még, ugye a 4 fős legénységet nem említettük, de akinek van, az úgyis tudja. Na, lehet megkeresni ezeket az artikat, ugye nagyon nagy segítség a táras ágyú, a 3 darab lőszer, ugye közel 360-as sebzés. Ugye az M44-nek, illetve az AMX-nek biztos, hogy elég a GV-nek, most így nem tudom hirtelen, hogy mennyi a HP-ja, ugye néz jobbra, néz balra, sehol arti, és ott. Egy kicsi látszódik belőle. 3 lövésből meg is lehetett semmisíteni. Az M44-es arti ezt majd nagyon, de nagyon zokon fogja venni, tehát ő el sem hiszi, hogy őt itt megláthatták, hiszen annyira tökéletes álcával bújt el itt a sarkon. Igaz, hogy nagyon rossz helyen, de ez majd beindít egy kis szájkaratét, mindenféle hackernek hívja, illetve reportorni akarja. De ő azt is tudni kell, hogy az M44 és az ellenség része nagyon jól játszott, hogy 36 HP-t bírt az egész csata alatt sebezni, ami ugye kiszeret egy tankot. Általában így van ez, hogy annak jár a szája, akinek legkevésbé kellene. Na tehát a másik arti foglalja a bázist, ugye itt a francia. Jöttünk egy gyöpöt, 98-at, és ő is belénk lőtt egy 197-et. Azért ez jó, hogy nem volt ilyen átütő találat. Valószínű, hogy a másik arti az olyan helyen lehet,
Tehát nem a városba ment ki, hanem még maradhatott szerintem az 1-es-2-es soron. Különben már ugye lőhetett volna felén. Na és meglett ő is. Ugye 7 fregünk van jelen pillanatban, és még maradt elennünk egy GV Panther. És ez a hacker meg csak megy, 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 és kiszedi az összes tankot. Az M44-es nagyon mérges. Rosszul csinálták egyébként, mert vagy együtt kellett volna mozogni a három Artinak, vagy pedig ugye nem ebbe a pozícióba kellett volna megállni, mert sokkal hátrébb. Simán maga elé húzhatta volna, és mondjuk esetleg a GV meg kiszedi, de hát... Ja, sem egyszerű. De hát mindegy, ahogy ott úgy megállt a sarkon, tehát azért kár járatni a száját, mert ő követte el a butaságot. Na most már ugye ellátunk a térkép széléig. Felderítettek minket, és ott van az Arti. 360, hát elméletleg nem szedjük ki egy tárból, de gyakorlatilag akár adhatja is ezt. Ja, nagyon ügyesen a szikla takarásába jön vissza. Nem jobbra, nem balra. Ugye eltűnt róla a spot. Egy picit jobban lát. A GV 100-at, 125-öt. 125-öt. Hát egy nagyon pici maradt még benne. De úgy nézem, hogy AFK, tehát lélekben már feladta, és valószínűleg gyakorlatban is. És akkor ő lett a 8. frag. Na nézzük, hogy mit írt. Ez egy tankászt, egy Redli volt, ez egy Kolabanov, egy Paszkucsi, egy védő, egy nagy kaliber, illetve egy Top Gun. 3197 sebzés, 8 frag, 1551 volt az alap XP. Skygepárnak köszönöm a visszajátszást, nektek a figyelmet. Na jó, 12 vagyok, és találkozunk legközelebb. Szervusztok!